Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Kiskorcsosi Tagintézményben, Futóné Szabó Margittal beszélgetünk, hiszen hamarosan kezdetét veszi az őszi bál. Nagyon szépen feldíszítették a tornatermet, tehát igazán őszi hangulatot varázsoltak ide. Mi ennek a bálnak a célja? Az idén a szülők úgy tervezték, hogy a gyermekeinek kerékpártárolót szeretnének létesíteni, és ennek a tárgyi feltételei, ez a megvásárláshoz szükséges pénzt próbáljuk előteremteni. Tehát a jótékonyság célja a gyermekeknek a kerékpártároló létrehozása. Igen, hiszen nemrégen jártunk itt, amikor új játékokat kaptak, tehát azt hiszem, hogy ez ennek a folytatása, hogy szeretnék az egész udvart rendbe és szépé tenni. Igen, elmondhatjuk azt, hogy 20-25 éve hagyomány már nálunk, hogy a szülők igyekeznek szépíteni gyermekeik környezetét, így a nyelvi labortól kezdve az informatika felszerelésig, és valóban legutoljára most a játékrendszerünknek a megvásárláshoz nyújtottak segítséget. És hány gyermek tanul jelenleg az iskolában? 193 tanulónk van, úgy látjuk, hogy az alsó tagozatunkban nő a létszám, úgyhogy bizakodunk benne, hogy ez még egyre több lesz. Itt még a műsort nem tudjuk, csak így láttuk a meghívóból, hogy mi minden várható. Egy picit nézőinket avassuk, hogy mi mindent fognak majd látni. Baku Irénke szerepel, aki a Jászkun Világművészeti Szemlén nívó díjas volt, nagyon szépen énekel a kislány. Ezután a harmadikosok fognak táncolni egy twistet, majd a hetedik-nyolcadikosok... A keringőt, igen, hirtelen nem jutott eszembe. A harmadikosok felkészítője dr. Szabó Jánosné, a hetedik-nyolcadikosokat pedig Oroszné Emily Hofer Rita. Hát úgy gondolom, a műsor csattanója pedig a pedagógusok műsora lesz. Tőlük már megszoktuk, hogy táncolni szoktak, hiszen a Kiskorcsosi délutánon is láttuk már, tehát ez egy mindig egy összetartó közösség. Igen, úgy gondolom, ezért is gondoltuk azt, hogy mivel a szülők szerették volna ezt a bált minden áron megvalósítani, hogy a műsorral pedig a gyermekeink, illetve a dolgozóink színesítik. Jó szórakozást kívánunk, és sok bevételt önöknek, hogy el tudják érni a célt. Igen, reméljük, hogy jól sikerül. Köszönöm szépen. Az este egyik motorja a szülői munkaközösség elnöke Nagy Sándorné, hiszen Szalad intézkedik még utolsó pillanatban, és mindig van mit tevékenykedni. Nagyon szép lett a terem, hallottuk, hogy önök dekorálták föl. Mennyi pénzre volna szükség, hiszen itt elmondta igazgatónő, hogy mit szeretnének megvalósítani? Hát egy kerékpártárolót szeretnénk ebből a bevételből megvalósítani, ugyanis még nincs egy gyerekeknek, és így a biciklit szana szép vannak az udvaron. Hát terveink szerint tavasszal kezdődnek a munkák. Az egyik szülő felajánlotta a kivitelezést, és hogy fizikai munkával is, ő neki van egy építőbrigádja, fizikai munkával is fogja támogatni ezt a kerékpártároló elkészülését. Hát leginkább tárgyi eszközöket akarunk hozzávenni, tehát ilyet, hogy burkolót, mert nekünk ott nincs járdánk, tehát azt is ki kell építeni, hogy oda vezessünk az utat. És hát leginkább erre lesz majd szükség. Hát, hogy mennyi a költségvetés, azt igazán nem tudjuk, mert még a kivitelező az még nem nyilatkozott, hogy ez mennyibe fog kerülni. Tehát akkor ma minden forintra szükség minden van? Minden forintra, így van, ma minden forintra szükségünk van, így van. Így. És hát azért néztük, itt rengeteg tombolatárgy érkezett, tehát azért aki tombolát vesz, az tényleg értékes ajándékkal mehet ma haza. Így van, és erre nagyon büszkék vagyunk, mert a mi bálunkon mindig nagyon sok tombolatárgy van. Úgy szoktunk kalkulálni, hogyha annyi tombolatárgyunk van, ahány tombolat eladtunk, akkor mindenki jó emlékkel megy el innen, és azért ez minden évben, tehát ez a bál egy 22 éves múltra tekint vissza. Tehát legelőször ez egy nagyon, nagyon érdekesen alakult, egy délutáni beszélgetés után született az ötlet, hogy itt alapítványi bálokat fogunk rendezni. Mert hogy a kisiskolának nagyon sok mindenre szüksége lett volna, és mivel másképpen nem tudtunk, tehát más anyagi forrásunk nem volt, így aztán úgy gondoltuk, hogy ha sokat dolgozunk és kitartóak leszünk, akkor minden évben valamivel tudjuk támogatni iskolánkat. Hát a beszédben majd el fogom mondani, nagyon-nagyon sok mindent csináltunk már, és arra vagyunk a legbüszkébb, hogy ez a bál mindig családias hangulatú. Tehát itt nagyon sok visszajáró vendégünk van, akik azt mondom, hogy talán 20 éve visszajárnak, tehát az elsők voltak velünk, és 20 éve mindig minden évben eljönnek a bálunkra, támogatják az alapítványt ezzel is, és mindig azt a visszajelzést kapjuk, hogy először is a tornatermet egy báli teremmé varázsoljuk. Egy kicsit, mikor ilyen munkadélutánokat tartunk, mindig olyan fonó hangulat van, mert nagyon sok szülő, gyermek eljön,
és ezt mind saját kézzel, tehát itt semmi olyan dekoráció nincs, amit veszünk üzletben, hanem ezt mindet saját kézzel készítjük el, hogy ilyen báli terem legyen a tornaterem. Azt gondolom, hogy megalapozták a báli hangulatot a szülők már, a vendégek számára. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a mai báli, és sikerüljön megvalósítani a kerékpártárolót. Köszönjük szépen, köszönjük. Németh Szilárd képviselő úrral beszélgettünk, hiszen meglepett bennünket, hogy itt van, illetve engem nem, hiszen hallottam, hogy több alkalommal volt már itt. Miért tartja fontosnak, hogy a Kiskocsis iskola báján részt vegyen? Először is van egy nagyon fontos családi kötődésem Karcaghoz, feleségem karcagi, és a sógornőm pedig ebben az iskolában tanít. És Csepelen, ahol mi lakunk, ott is nagyon sok jótékonysági rendezvényt tartunk, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az iskolák, a kulturális intézmények, a politikusok, azok, akiknek a közélethez valamilyen szerepük van, azok ilyenkor is megjelenjenek, és fölhívják a figyelmet arra, hogy mennyire fontos jótékonykodni. Úgy tudom, hogy most ezen a bálon egy kerékpártárolóra gyűjtenek, és a gyerekek egy biztonságos helyen tudhatják majd a biciklit, amikor az iskolába jönnek. Tehát én ezt az üzenetet tartom a legfontosabbnak. Jótékonykodni mindig fontos, hiszen ez emelheti egy városnak a fényét, ez emelheti a városban való összetartozást, a tehetősebbek, a szegényebbek, a rászorultak, akik képesek adakozni. Nagyon fontos lenne én szerintem, hogy ebben a jótékonysági helyzetben is össze tudjunk fogni egymással. Láttam, amikor megérkezett feleségével, és nem érkeztek üres kézzel, hiszen a tombola tárgyat is hozta, az előbb pedig tombolát is vásárolt, tehát már ő mindenképpen hozzájárul a bálbevételéhez. Igen, hát élen kell járni szerintem, példát kell mutatni az embereknek. Feleségem most vásárolta meg a szívecskés tombolajéket, én pedig egy klassz bort hoztam a Csepeli önkormányzat nevében. Érezze jól magát Karcagon, és találkozunk még több alkalommal. Köszönöm szépen, ugyanezt kívánom mindenkinek, minden bálozónak. Szepesi Tiborral, a Délinék Kulturális Központ megbízott igazgatójával beszélgettünk, aki mint a körzet képviselőjeként első alkalommal van jelen ezen a bálon, de hát gondolom, hogy amikor tudott, mindig itt volt, ez a 22. nem tudom hány alkalommal tudott eljönni. Igen, mindig úgy alakult a dolog az elmúlt bálokon, hogy valami mindig közbe jött. Betegség, más elfoglaltság, sporttevékenység. És nagyon sokszor terveztük azt, hogy el fogunk jönni a kiskulcsosi bálba. Az előző alkalommal már sikerült megvalósítani ezt, és el kell, hogy mondjam, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon kellemesen szórakoztunk ebben a kiskulcsosi bálban. Úgy láttam, hogy nem érkezett üres kézzel, valami felajánlás is lesz. Természetesen, hiszen tombola sorsolásra is sor kerül majd az est folyamán, és ahogy itt körbenézünk, nagyon sok tombola tárgy gyűlt össze, mind a résztvevők, mind pedig a támogatók jó voltából. Megtudhatjuk, hogy ön mit hozott, hiszen Németh Szilárd képviselő is elárult az ő ajándékát. Egy ajándékkosárral szeretnék kedveskedni a boldog nyertesnek. Hát akkor reméljük, hogy sok pénz összegyűl, hiszen azért itt a Kiskulcsoson is elindultak dolgok. Két hónappal ezelőtt voltunk ugyanebben az iskolában, amikor a játszótéri elemeket avattuk. Tehát azt hiszem, hogy fontos dolog ez újból, hogy itt lehetünk, és újabb dolgokat valósítanak meg. Így van, én azt gondolom, hogy egy közösség erejét mindig az összefogás határozza meg. És az, amely az elmúlt 22 évben is jelen volt itt a Kiskulcsosi iskolában, és azt gondolom, hogy az egész város részben, azok a fejlesztések, amelyek megvalósultak az alapítvány jóvoltából, az alapítvány támogatásából, hála nyilván az alapítvány mögött lévő támogatóknak is, az azt gondolom, hogy példaértékű, és jól mutatja, hogy összefogással nagyon sok szép és nemes célt el lehet érni. Reméljük, hogy ma is sikerül elérni ezt a kitűzött cél a szülőknek és a vendégeknek közösen. Érezze jól magát itt. Köszönöm szépen.